Az eneba.com egy gamer piac, ahol digitális termékek tömkelegét találod meg. Több mint 20 ezer termék, ami között biztos megtalálod a hozzád valót. Legdurvább akciókkal, régi és új termékekre egyaránt. Trustpiloton természetesen brutál értékeléssel rendelkezik az oldal, ezt ti is nyugodtan meg tudjátok nézni. Ha esetleg probléma adódna az egyik vásárlásával, akkor a live support készségesen áll a rendelkezésedre a nap 24 órájában. Az elkövetkező 3 hónapban tehát mögöttem fog állni, srácok, az eneba, és arra kell kuponkoddal 3%-kal olcsóbban vásárolhatok, még az akciókon felül is. Ha megbízható magyar oldalról szeretnél FIFA coint vásárolni, látogass el a foodpark.com-ra, és használd a rekál kuponkódot további kedvezményekért. Na szevasztok, srácok, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. Nem lesz más a mai nap is, mint egy fincsi kis csapatépítős téma, utolsó ebben a kategóriában, méghozzá egy fantasztikus kis francia ligás téma. Itt voltam egy kicsit a legnagyobb bajban, ugyanis nem annyira olcsók. Hát nem ezt a 30 ezres vonalat követtem, inkább azt mondom neked, hogy egy ilyen 50-55 ezer coin környékén van ez a gárda, viszont irdatlan patika szerintem. Mutatom is, hogy hogyan néz ki, illetve ami még egy picit ilyen sutaság ennek az egésznek, hogy a francia ligában nagyon kevés a választási lehetőség, mármint ilyen olcsó kategóriában nem is sikerült hoznom nagyon sok helyre cserét, meg váltóverziót, de majd mindjárt mutatom, hogy akkor pontosan mizu, érteni fogjátok. No, kapuba Anthony Lopez, tök mindegy, ezt nem igazán magyaráznám túl. Ha van coinod, Donnarumát vegyél, mert amúgy 6-5 magas, kibaszott broken magasságaból adódóan. Jobb oldalra egy nem meglepő kártya, Atal személyében, bocskos gyors, tavalyról ismerjük, amúgy 900 coin ez a kártya, 5 week, 4 skill, ugyanaz, tennék rá egy Guardiant, azt hiszem az a neve a Chemistry Style-nak, tökéletesen jó, maximálisan jó az alap. Az egyik belső védőm a Denier, ez egy nagyon patik alap, iszonyat gyors 83 pace-szel, a def fizikusatok amúgy tök jók, ráteszel egy Anka, az is elég rá, egy Anchor, 69 balansz, vagy mi agility, 62 balansz, az is bőven elég, nem ilyen 30 meg 40, mint a pikék, úgyhogy ez alap szerintem írdatlanul broken, ez alap is ilyen 1200 coin, tehát lófasz. Mellé a Diallót tettem, egy kicsit lassabb, kicsit gyengébb a def, kicsit gyengébb a fizika, ez egy ilyen B opció, nyilván ide Kimpembét lehet venni, meg Marquinhos-t, csak azok ilyen 30-40 ezrek, úgyhogy szerintem ő a második legjobb védő ilyen olcsó kategóriában a Diallo, úgyhogy talán őt tudnám ide elképzelni. Bal oldalra Kamara srác, ő tavaly is ugye megvolt, csak tavaly azt hiszem francia volt, az egyetlen left back a francia ligában, aki gyors és használható szerintem. Ide még lehet ilyen Bernatot, ha akarsz, de ezeket nem annyira ajánlom, hogyha full franciát csinálsz, akkor Kamara értelemszerűen. A közepén több verzió is van, ja, illetve még egy dolog a védelembe, hogy a Sergio Ramosnak a kártyája ugye jelenleg 70 pace-en van. Most az a 70 pace, az ugye kérdezhetnéd, hogy mire elég, amúgy elég. Tehát, hogy hidd el, hogy elég, bőven meg lehet vele oldani. Én a Harry Kane-t, vagy a Harry Maguire-nek alapjával szedtem le a bappékat, mint az állat. Ez a Ramos jelen állás szerint 15 ezer coin környékén mozog. Egy 85-ös laphoz képest ez nagyon jó, és mondom, a pace-en kívül irdatlan jó kártya értelemszerűen. Úgyhogy a Shadow-val felturbózod, vagy ha nem akarsz rakni defet, mert az elég fullos, akkor egy akár teszel rá valószínűleg egy Huntert, még azt is elmondom, vagy egy Katalisztot, szerintem jó lehet a futása, úgy 80-an ugye papíron, szóval szerintem a Ramos is használható lesz majd ott a Diallo helyett, hogyha esetleg kicsit több coinod van. Közepén az egyik lapom egy Inform Fofana, ez egy ilyen hidden OP gem, egy kurva jó kártya, ez is mindent tud, elől is jó, egy picit hátul is jó, picit jó dribbling, passzolni is tud, jó futás, fizikai statok is egészen patikák, 10k a csávó, és amúgy egy ilyen box-to-box, úgyhogy mindenhol tud használni, középen, szerintem tökre megérős. A másik lapom a Ferratti, méghozzá azért, mert amúgy, nem tudom, 7000 coin, tehát hogy nagyon lófaszárba van, és ahhoz képest úgy védekezni tud, tök jól, passing dribbling statok jók, és a passing amúgy elég sokat számít, én azt vettem észre. Kapu előtt nem tud mit csinálni, meg védekezni se, viszont egy ilyen tipik ilyen maestro pozícióban ez a CDM, ilyen irányító, mint a Busquets, valóságban vagy akár ő, ha nem futtatott, hanem stay back-en ott vagy CDM-ként, gyönyörűen osztogatja majd a labdákat, és mondom, olcsó is, meg befektetésnek se rossz amúgy egy 80-es lap 7000-ért. A harmadik lapom egy kicsit ilyen támadó valami, ez a Rafinha kártya, ide akár tehetsz egy Aouart, vagy egy Lucas Paquetát, még akár, amúgy ők is mindent tudnak, tehát ilyen közel 70 def,
a Pakétának is, meg a Rafinhának is ez igazából referencia, melyik szimpatikusabb. De itt 3 vagy 4-3-3-ba állunk fel, a sima 3 CMS verzió, mert olyan igazi jó camkártya nincs ebbe a francia ligába, úgyhogy szerintem ez a 3 CMS dolog, ami működőképes lehet. Bal oldalra én egy Bambát tettem, 4 csillag, gyors, egy dedájjal amúgy jól lő, jól passzol, a dribbling shotok is amúgy egészen szépen vannak elosztva, és ilyen balanszban vannak, úgyhogy szerintem maximálisan jó lehet ez is az elején. Jobb oldalra ugye a Gerzson Martins lehetne, csak a 3 week miatt, meg tényleg a futáson kívül semmit nem tud, nem raktam be. Én egy Di Mariát tettem most ide, tudom, hogy 2-es week fut, jelenleg ez a kártya is ilyen 8000-7000-8000 coin körül mozog, ez sem egy nagyon vészes téma, viszont a rettentően magas a passing értéke, a dribbling értéke szintén rettentően magas, jól fut, jók a tekerés, 91 a curve, és ugye a finesz távolról elviekben nagyon jól működik, úgyhogy meg ugye 5 skill, úgyhogy a 2-es vígfutot jól tudod kihasználni, akkor Di Maria, hogyha nem, akkor Ikoné, aki jóval olcsóbb ebbe a kategóriába, viszont ő is nagyon-nagyon broken, gyors, jó dribbling, dedája maximálisan jól működik, ez megint amúgy a coinottól függ, és hát támadóban igazából az Icardi és az Mbappé van, ami így értékelhető, úgyhogy én ide egy Benyeder tettem, minden évben kibaszott broken a Benyeder, 4 csillag, 5 csillag, drága is ez a kártya, tehát ezért egy jó 30 ezer coin körül mozog, ezért mondtam, hogy az egész gárda ilyen 50-55, talán még 60 ezerbe is megáll, nem egy ilyen piszok olcsó, de azért 60 ezer coin sem olyan nehéz szerintem kifarmolni, úgyhogy hogyha Ramos védekezik az Ikoné helyett, és marad a Di Maria, Fofana, Benyeder, Ferratti vonal, akkor így ugye a legesleg drágább, viszont így nagyon-nagyon-nagyon patika. Hát ez a gárda, mondom, ment a Ramos 15, azt mondja ez ilyen 22, 52, 62, Ferratti, igen, az úgy, hát 70-re jön ki a gárda, hogyha a legkomolyabb lapokat teszed be 70 ezer coinba, szerintem amúgy nagyon-nagyon patika. Úgyhogy én ezt tudnám, srácok, ajánlani a francia ligához. És igazából megvagyunk, tehát hogy ennyi lenne ez az top 5 ligából. Én úgy gondolom, hogy mindenki ezek alapján el tudja dönteni és be tudja hibridelni, hogyha esetleg szeretne hibridelni. Ő nem hiszem, hogy hozok ő hibrid csapatokat, ugyanis valószínűleg nagyon-nagyon hasonló kártyák lennének benne, csak elosztva, felezve, hogy a fele ilyen, a fele meg olyan. Úgyhogy nem hiszem, hogy van értelme. A drágább csapatokról sem szeretnék videókat csinálni, mert úgy gondolom, hogy akinek annyi coinja van, szerintem ő neki most nem hiszem, hogy az a legnagyobb fejfájás, hogy akkor Mbappét vagy Ronaldót vegyen. Úgy gondolom, hogy azon a coin mennyiségén már mindenki el tudja dönteni. Ott szerintem mindenkinek olyan statja van már, hogy majd, hogy nem, tényleg tök mindegy, hogy most Mbappét vagy Ronaldót veszel. Úgyhogy meg akinek sok coinja van, ő azért tud jobban tud próbálkozni is nyilván. Neki nem baj, hogyha mondjuk nem jön be egy Modric, és akkor helyette mondjuk beveszi a Brunót esetleg, bár mondjuk coinban van különbség, de remélem érted. Úgyhogy ennyi lett volna, srácok, ez az ilyen csapatépítős mizéria ebben az ilyen viszonylag olcsó árkategóriában. Maradjunk annyiban, hogy én szerintem úgy olcsó és gyorsan összerakható. Jönnek ugyanúgy a draft feedik, az openingek, és a különböző FIFA-s tartalmak, úgyhogy köszi szépen a figyelmet, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, dobj egy lájkot, vagy esetleg találtatok ti valami ilyen OP meta lapot, akár ebben a francia gárdában, akkor kíváncsi vagyok rá, hogy mi lenne az. Lehetek jók, srácok, talán legközelebb. Szavaztok!